hanem tálják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, 9 óra 17 percen folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádión Ács Gáborral. És Mihálovics Andrással. Azt szeretném mondani, Gábor, hogy adásbiztonságot veszélyeztető tényező az, hogy 70 fokra felvetted a fűtést, és üvöltve megy a radiátor, mert hogy én ettől lelassulok, és betokosodom, és téli álomra szenderülök, lévén, hogy alaszkai típusú fehér 21. századi heteroszexuális férfi vagyok. Pedig csak egyesre raktam, egyes fokozatra. Mert... De ez engem álmosít, tehát szellőztessünk már ki, olyan gorilla szag van, hogy komolyan... Szerintem Csaba föl fog ébreszteni. Tehát az olyan biztos. Jó sztorikat hoz, hogy szerintem... Az biztos. Na, megegyezünk a hőmérsékletben. Még egyet szeretnék neked átadni, mert az elismerés az a tiéd is, hogy minden tiszteletem, hogy ma is van műsor, véletlen kocsiba keveredtem, és így nem csak hétköznap rádiózok, és hát elismerés küld a hallgató. Hát igen, mi mindig is dolgozunk. No, menjünk is akkor tovább a következő rovatunkra, mesél a múlt Katona Csaba történésszel. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. Beharangoztuk Katona Csaba történész, de nem tudjuk elégszel reklámozni őt. Szervusz, jó reggelt! A videósoknak nagyon köszönjük az alkalomhoz illő öltözetet. Igyekeztem. Hát csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a karácsonyi pulcsidról. Van rajta kalucsni, és jó. Megérkezett, igen. Színben harmonizál a cica nyakörve a pulcsithoz, úgyhogy teljesen karácsonyi hangulat. Ez így igaz, és láttátok volna a macska apját, hogy annak milyen gyönyörű szép lángvörös bundája volt, amit csak részben örökölt meg ő. Aha, és most sokkal komfortosabban érzi magát, csak közvetítem a videónkat nem látóknak, hogy mint a múltkor, amikor így csak bemutatta magát, és gyorsan elment onnan. Hát, már többször beszéltünk róla, hogy a macska meglehetősen önálló. Igen. Döntéseket hozó állat ellentétben a kutyával, úgyhogy amikor ő ezt meg fogja unni, akkor lelép, és igen. Ennyi. No, hát azért gyűltünk egybe, hogy dekódoljunk egy utcanévtáblát, elnézést az utcanévtáblától, mert mindenki ilyen viccesnek gondolja, hogy Prielle Cornélia utca, hogy az valami fantázia név, pedig hát micsoda kalandos élet és munkásság van-e mögött a név mögött. Én utána olvastam, azért osztom itt az észtél nagyvonalúan, de a munka javát mind mindig te fogod elvégezni, Csaba, mit szólsz hozzá? Hát törekedni fogok rá, és valóban a hölgy egy, azt gondolom, hogy egy roppant hás téma, hát már csak kezdjük mindjárt azzal, hogy 1881-ben a Nemzeti Színház örökös tagja lett, ami már önmagában nagy dolognak mondható, de ő volt az első, akinek megadatott ez a tisztesség, ez a megtiszteltetés, mert már önmagában indokolná azt, hogy azért emlékezzünk rá, de ennél azért valóban sokkal kalandosabb magánélet és sokkal izgalmasabb szerepek vannak mögötte. Hát kezdjük például mindjárt ott, hogy maga a név, tehát ugye ez nem egy magyaros hangzású név, akárhogy is ragozzuk, ez a Prielle Cornélia, hát nem véletlenül. Majd látni fogjuk az ő élete példáján, meg a férjei példáján keresztül, hogyha valaki megpróbálja a 19. századi Magyarországot kellő romantikával áthatva színmagyar nemzetállamként leírni, akkor súlyosat téved. Ezzel persze nem mondok újat, csak ugye az ember mindig rácsodálkozik arra, hogy egy mennyire színes multikulti világ volt ez, amikor így konkrétokkal foglalkozik. Kezdjük mindjárt ott, hogy hol született már a Maros-szigeten 1826-ban, június 1-én. De honnan van ez a név, ez a franciás név, ez a Prielle? Hát onnan, hogy az édesapját, akit ugye Józsefnek hívtak, de egy francia származású szígyártó volt.
tehát innen van ez a név. Ettől persze Priel Cornélia még echte magyar leányzó volt immáron. Bocsáss meg, és szabad ne feled, akkor én rosszul ejtem. Meg én már hallottam Priel közlekedési hírekbe is Priel Cornélia. Tehát az ejt is mondják, lehet, magyarosan ejtjük, mert hogy magyar színésznő volt, de igazából ő francia származású, tehát Priel. Abszolút, illetve a jó Isten, hogy tudja megmondani, hogy ő maga vajon hogy mondta a nevét, illetve a kortársak hogy mondták a nevét. Ugyanis az a helyzet, hogy valóban az eredeti kiejtés kétségkívül Priel, de hát egyáltalán nem lehetetlen, hogy volt, aki Priellének hívta, mert hát miért ne? Az akár németes hangzású név is lehetne, ugye? Igen. Akkor no. pedig eredetűvel. Szóval ezek ilyen fura dolgok, de bárhogy is nézzük, maradjunk annyiban, hogy Cornélia, de azért a Cornéliával is lehet játszadozni, ugyanis eredetileg nem Cornélia, hanem az Antónia nevet kapta. Más kérdés, hogy valamiért Cornélia néven futott be, hát úgymond komoly karriert. Egyébként pedig egy nagyon érdekes, mondjuk úgy, hogy egy generáció, vagy két generációra ívelő társadalmi felemelkedésről beszélhetünk. Édesapja, ahogy említettem, szíjak gyártásával foglalkozott. Most ehhez képest Cornélia színésznő lett, a testvérei közül Lilla színésznő lett, Emília színésznő lett, és Péter színész lett. Tehát egy ilyen értelmiségi pályára kerültek, ugye pontosan abban az időszakban, a reformkorban, amikor a színészeknek a, úgymond a, hát a szerepe, vagy az erkölcsi értéke jelentősen átértékelődik, komédiásból, csepűrágóból a nemzet napszámosai lesznek, ugye ez az időszak, amikor megszületik a nemzeti gondolat, a modern értelembe vett nemzeti gondolat, és innentől kezdve a korábban némiképp lenézett, megvetett szakma egy ilyen magasabb szintre emelkedik, egy magasabb polcra helyezik, hiszen innentől kezdve ők a nemzeti kultúra ápolói és kiemelkedő képviselői. Másik dolog, amit itt fontos megemlíteni, ugye, hogy őt Priel Cornélia-ként emlegetjük, tehát így, mint önmagát, mint entitást. Na most volt neki három, vagy ha úgy tetszik, négy férje, majd feloldjuk ezt a matematikai problémát, hogy miért három vagy négy. De ahogy Blaha Lujza esetében is igaz, hogy őt önmagában tekintették úgymond egy kiemelkedő személyiségnek, és nem a férje feleségeként. Ez nagyon fontos dolog. Tehát a 19. században ez nőknek akkor adatott meg, nagyon-nagyon kevés kivétellel, ha arisztokraták voltak, vagy ha színésznők voltak. De Blaha Lujza ugyan az első férje, Blaha János, vagy Ján Blaha nevét viselte, mert nem ezen a néven született, de nem váltotta le a márka nevet, miután aztán másodszor is férjhez ment. Nos, ugyanez a helyzet Cornélia esetében is, hogy ő gyakorlatilag független attól, hogy éppen milyen volt a családi státusza, ami nála sűrűn változott, ő az volt, aki volt. Tehát sikerült egy olyan entitássá emelkedni, ami függetlenné vált az ő családi állapotától, nem pedig a férjének, már bocsánat a szóira, fűvényeként kezelték. Uh-huh. És ahogy említettem, ez a 19. század első felében, ez nem volt egy hétköznapi dolog egy nő életében. Na most, ami őt illeti, Máramarosszigeten, tehát a szülővárosában kezdte meg a színjátszást, de itt eleinte ilyen nagyjából amatőr műkedvelők mellett játszadozott, de nagyon hamar fényderült az ő tehetségére, 15-16 évesen már színpadon volt, és hát nagyon fiatal, 18 éves mindössze, amikor már Nemzeti Színházban szerepel, 1844-ben konkrétan. Hogy lehet, és hogy fedezik föl a tehetségeket, vagy hogy hívják ilyen fiatalon Budapestre? Ez egy szakma volt. Az a helyzet, hogyha valaki többször pályára lépett, akkor egy-egy jószemű színigazgatónak nagyon hamar megakadt a szeme azon, aki vagy a külsejével, vagy a tehetségével fölhívta magára a figyelmet, és innentől kezdve aztán hívták minden létező helyre. Ezt egyébként Cornélia pályája is világosan bizonyítja, mert hiszen a reformkor időszaka alatt folyamatosan úton volt, rengeteget játszott Erdélybe, játszott Debrecenbe, játszott ugye Pesten, mint kiderült, és hát akadt neki egy mentora, Dériné Széppataki Róza, ugye a korszak ünnepes színésznője, aki hát nem vetétársat látott benne, hanem inkább a tehetségét tisztelte, és a maga rutinjával és tapasztalatával igyekezett segíteni ifjú pályatársnőjét, ami aztán olyan értelemben sikerrel is járt, hogy hát ahogy említettem, elkeveredett a Nemzeti Színház színpadára 1844-ben. Szigligeti Ede szúrta őt ki. Tehát ő, akit a Lilionfi révén ismerünk elsődlegesen, mint a színdarab szerzőjét. És aztán játszott még, ahogy említettem, több helyen is. Kolozsvár és Debrecen kiemelkedő része a pályának. Na és hogyha szóba jött Debrecen, akkor említsük meg az ő életének az egyik legismertebb sztoriát, nevezetesen, hogy 1846-ban Petőfi Sándor megismeri és legott feleségül kéri. De ebből nem lesz házasság.
Petőfi akkor már lelkesen udvarol Szendrei Júliának, de amennyire ki lehet bogozni itt ezeket a meglehetősen összefonódó szálakból a történet valóság magvát, hát az van mögötte, hogy valami olyasmi hír jutott el Petőfihez, hogy Júlia valaki máshoz akar közeledni helyette, és e fölötti dacból, félig meddig dühből azonnal feleségül kérte Priel Kornéliát, aki erre viszont igen mondott. A problémát az okozta, hogy hát lévén nem egy felekezethez tartoztak, nem igazán sikerült olyan lelkész találni, aki megfelelő engedélyek hiányában összeadta volna őket. Aminek az lett a következménye, hogy ebből a lánykérésből nem lett házasság, Petőfi pedig szembesült azzal, hogy hamis vádakkal illették Szendrei Júliát, és amint az közismer, Szendrei Júliát vette feleségül. Aha. Mit szólsz le ehhez, Priel Kornélia? Priel Kornéliát ez annyira nem viselte meg, mert feleségül ment Szerdafei József közismert színész fiához, Szerdahelyi Kálmánhoz 1847-ben. Tehát viszonylag hamar úgy ítélte meg, hogy ő máshol fog boldogulni. Az már megint más kérdés, 1848-ban elvált tőle, majd még abban az évben, 1849-ben hozzáment Hidasi Elekhez. Ha megnézzük, akkor egy lánykérés és két házasság követte egymást viharos sebességgel, ugye? Ezek így szépen egymásra épülnek. Egyébként ez is egy külön érdekesség, hogy Hidasi Elek sorsa, aki egyébként Jászberényi születésű volt, csak úgy, mint az imént emlegetett Dériné Széppataki Róza. Dériné Széppataki Róza is hát egy ősi magyar nevet visel, Schönbach néven látta meg eredetileg a névet, ez abban a Schönbachból, vesd össze Schönbach lett ugye a későbbiekben a Széppataki. Ami Hidasi Eleket illeti, ő Alexius Ioannes Antonius Brückler néven látta meg a napvilágot. És a Brückler, ugye a Brück Bridge, a Hidasi, ebből lett ő Hidasi. Na hát maradjunk annyiban, hogy ez a házasság sem bizonyult tartósnak, mert tőle is elvált. Úgyhogy Priel Kornélia mögött egy lánykérés, két házasság és két válás van nagyon-nagyon hamar. Gondoljunk bele, hogy 26-ban született, és 1849-ben, hány éves, akkor 23, már kétszeresen elvált. Uh-huh. Az így viszonylag gyorsan lement, ugye? Akárhogy is nézzük. Hát de abban az időben meg talán ennek nagyobb társadalmi meghökkentés kiváltó hatása volt, hogy valaki gyorsan elvált, nem? Volt, és ugye éppen, hogy a színészeknél ezt viszonylag természetesen is kezelték, hát ha már szóba jött Hidasi Elek, akkor érdemes megemlíteni, hogy ő akiként végigharcolt a 48-49-et, igen bátran és hősiesen. Hát Kornélia után még három felesége volt, ezektől egytől elvált, egyet elveszített, tehát meghalt a felesége. A negyedik mellől már ő halt meg, de közben még némi sikasztásért kicsit be is zárták, tehát itt azért nagyon érdekes életutakkal találkozunk, és akkor itt csembe jelezném, hogy Szerdahelyi Kálmán miután elvált Priel Kornéliától feleségül vette Benke Józsefinát, ami önmagában nem volt olyan meglepetés, de Benke Józsefinának van egy viszonylag ismert testvére, itt úgy hívnak, hogy Laborfalvi Róza. Mert, hogy az életben nem jöttem volna rá, hogy, ki a testvére. Mert hogy nyilván ez is, művésznév. De most, hogyha ezt így összerakjuk, hogy Priel Kornéliát feleségül kéri Petőfi, de nem megy hozzá, majd Priel Kornélia volt férje, feleségül veszi azt a Laborfalvi, azt a Benke Józsefinát, aki Petőfi barátjának, Jókai Mórnak, a feleségének, Laborfalvi Rózának a testvére, akkor így látjuk, hogyha a romantikus lelkek, akik abban a hitben élnek, hogy régen minden jobb volt, és hogy is a mai szelepvilágba fordulnak elő ilyenek, hát megtapasztalhatjuk azt, hogyha egy korabeli szex Facebookot így felraknánk a térképre, akkor nagyon érdekes eredmények jönnének ki, és akkor finoman fogalmaztam. Tehát, igen. Ahogy mondani szokták, talán Márai Sándor mondta egyszer azt, hogy Szabó Dezső, most meg nem olyan, Szabó Dezső, igen, hogy a banalitások az élet ritmusa. Na, mi meg kik vagyunk, hogy vitatkozzunk vele, úgyhogy milyen egyetértünk, de Priel Kornéliához még művészeti alapon most, hogy már a magánéletét kiveséztük, bár nem tudom, hogy vége van a házasságok és eljegyzések során. De hogy van, majd még visszatérünk arra. Jó. Azért valóban térjünk rá egy picit a művészetére is, tehát a következő a helyzet, hogy a legkülönfélébb szerepekben tudott, bár a kritika által vegyesen megítélt módon, de sikereket aratni. Tehát itt játszott a Bánkbántól kezdve, korabeli francia legtűrökön át, Dumas kaméliás hölgyéig minden létező szerepben tudott domborítani, és abban mindenki megegyezett, hogy nagyon sajátos stílusa volt, az más kérdés, hogy ez kinek tetszett, kinek nem tetszett. Például által Vajda János, aki szigorú kritikus volt, egy nagyon goromba kritikával illette a játék stílusát, később azonban rajongaggá vált. Mert hogy
egy idő után leesett neki otthon, tudsz, hogy mi az, ami rendkívül egyedivé teszi az ő játékát. És Cornélia egyébként 1848-49 után, amikor ugye a magánéletés némiképp megrendült, rengeteget játszott vidéken, például Pécsen, de végül is visszatért a Nemzeti Színházhoz, és ahhoz, hogy a Nemzeti Színházhoz visszatért, abban szerepet játszott a volt férje Szerdahelyi Kálmán, aki a színpadon újra egy párt alkotott vele, majd az egésznek az lett a végül, hogy újra megházasodtak. Na ezért mondtam, hogy a három nem férj hiszem az, el. Az igazából négy férj. És azt hittem, hogy a Petőfit egyébként... számoltad bele félig, és, de akkor nem, akkor hát a újraházasodás miatt lett így, értem? Igen. Mert hogy van nekünk egy Szerdahelyi Kálmánunk, aztán van egy Hidasi Elekünk, aztán van megint egy Szerdahelyi Kálmánunk, ez ha akarom három, ha akarom kettő. Aha, és akkor még valaki jön. Valóban lesz egy késői történet, de majd arra mindjárt visszatérünk. Viszont visszatérve Cornéliának a színpadon alakított művészetére, az a helyzet, hogy lassan, de biztosan lett belőle egy rendkívül tisztelt színésznője a Nemzeti Színháznak. Tehát itt úgy képzeljük el a dolgot, hogy egy elegáns királynői megjelenésű hölgyről beszélünk, aki nemzedékeket tudott meghódítani a játékával, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ahogy telt az idő, ő nem esett bele abba a hibába, amiben egyébként számos kortárs, hogy vissza akart vonulni a színpadról, mondván, hogy ne a szépsége teljébe lássák, hanem kifejezetten igyekezett a művészetét idősebb korában is abba az irányba elvinni, ahol ki tudja domborítani az erényeit. És nem véletlenül 1881-ben ugye megtisztelik őt elsőként ezzel a örökös tagság címmel, de itt hadd említsek meg egy olyan színdarabot, amit kifejezetten ráírtak, és nyilvánvalóan nem serdülő korában, ez Csiki Gergelynek a Nagymama című darabja. Ami Csiki állítólag kifejezetten azzal a szándékkal írt meg, hogy egy úgymond személyes jutalom játéka legyen az általa roppant módon tisztelt Priel Cornéliának, és aki ezt a szerepet aztán parádés sikerrel alakította. Itt egy apró adalékként jegyezném meg, hogy nem tudom, hogy látta-e közületek bárki ezt a darabot, de ennek van egy olyan feldolgozása még a 90-es évek végén, és én azt gondolom, hogy ez hátborzongatóan szép dolog, ahol a címszerepet a 20. századi magyar színjátszás egyik, szerintem mindenki által szeretett nagyasszonya, Tolnai Klária alakította, egyébként parádésan, és hát ilyen partnerei voltak ebben a darabban, mint például a Kokáért Sinkovics Imre, Agárdi Gábor vagy Kállai Ferenc, és az emberi beleborzong, hogy micsoda színészóriásokat láthatott még élőben, ugye ifjú korában. És visszatérve Priel Cornéliához, ő valószínűleg a kortársainak ugyanezt az élményt tudta nyújtani a partnereivel. Tehát, hogy annyi ideje volt már színpadon, egy igazi élő legenda volt, egy olyan ember, aki már nem csak a puszta alakításával hatott a közönségére, hanem az a mögötte levő hosszú-hosszú élettörténet és a rendkívüli szakmai életút. Hadd mondjak még egy 20. századi példát, a Kórház a város szélét mindenki szerette. Én imádtam. Igen. Na, és akkor a következő helyzet, ugye, hogy Ladislav Hudík, aki Szobadoktort játszotta, az élete utolsó éveiben 5 perces kamaraszerepekben lépett föl Pozsonyban a Nemzeti Színházban, minimális időt töltött a színpadon, de ez a minimális idő rendre azzal járt, hogy a közönség fölállt, és egy 5 perces standing ovation keretében ünnepelte őt, ami nyilván nem annak az 5 percnek szólt elsődlegesen, hanem a személyiségének, az életművének, mindannak, ami mögötte volt. Ez megadott ott Priel Cornéliának is, de nagyon nagy különbség, hogy az a dolog, ami a leginkább veszélyeztetni tudja a színész pályát idősebb korában, tudnélik, hogy nehezen tanulja meg a szöveget, az nála nem következett be, csak nagyon-nagyon késő. Tehát 78-79 éves koráig akármilyen hosszú szöveget képes volt megtanulni, és újabb szerepekkel tudott a színpadra állni. Az viszont egy más kérdés, hogy ezek után sajnálatos módon egy gyors hanyatlás következett be, miközben egyre jobban ünnepelték, mert még életébe szobrot állítottak neki. Viszont amikor bejelentette, hogy hozzá akar menni a nála 45 évvel fiatalabb Rozsnyai Kálmánhoz, akkor még a rajongó is meghökkentek. Tehát rakjuk össze a dolgot. 45 évvel fiatalabb. Hát ezzel most is megdöbbennénk, azért valljuk be. És akkor is. Megint csak egy apróság, Rozsnyai Kálmán eredeti neve a Kálmán van der Horske, tehát édesanyja családi nevét vette föl Rozsnyaiként. Hát igyekeztek őt megakadályozni, hogy ezt a házasság ez ne menjen végbe, de ez lehetetlen volt. 1905-ben fogja magát, és hozzámegy 79 évesen a 45 évvel fiatalabb Rozsnyai Kálmánhoz 1905-ben. Állítólag ekkorra már olyan hanyatló állapotba került, amit a kortársak úgy fogalmazták, hogy elborult az elméje. Ezt ugye nyilván utólag nagyon-nagyon nehéz megítélni. Apró adalék megint csak, hogy az egyik esküvői tanúja, megint csak a magyar színházi világ egyik zsenéje, Rákosi Jenő volt. Ezzel együtt ez a szenzáció nem sokáig jelentett közbeszédet a budapesti vagy az országos közéletben, mert hogy hát nagyon rövid ideig tartott ez a házasság, ezúttal ez nem válással végződött, vagy bármi egyébben, 1906. február 25-én Priel Cornélia elhunyt. És annak ellenére, hogy a pályát némiképp beárnyékolta ez a lépése, amit egyébként
akárhogy is nézzük, valójában a magánügye, de ugye hát fogalmazunk úgy, hogy nem váltott ki országos támogatottságot. Ne lepődjünk meg ezen, ugye gondoljunk csak abba bele, amikor Jókai Mór feleségül vette Nagy Bellát, alias Grósz Bellát, országos felháborodás kísérte Jókai Eme lépését, és egy olyan ember állt ki Jókai mellett, mondván, hogy a magánélet szentségéhez miközben van a nagy közönségnek, akit Jókaival szinte nem is gondolunk, Jókai kapcsán szinte nem is gondolunk úgy, hogy kortársa volt Ady Endre. Mert Ady azt mondta, hogy van a közélet és van a magánélet, tehát a kettőt el kell egymástól választani. Ilyen értelemben Priel Kornéliának a megítélését és az utolsó másodpercekben beárnyékolta ez a tette, ez a házassága, viszont a halála után a vele szemben való rossz hallás gyakorlatilag semmivé vált, és a temetésén február 27-én pár nappal a halála után óriási gyászoló közönség adta meg a végső tiszteletet, vagy valóban óriási művésznőnek. És azt gondolom, hogy ez a tisztelet ez így ennyi időteltével is jár neki. Nyilván nem egy fogalmazunk, hogy rosszul sikerült házasság alapján kell megítélni egy parádés életművet, illetve egy olyan embernek az életét, aki a 19. századnak jószerivel minden viharát átélte, és még a 20. század elejébe is. Hol nyugszik Priel Kornélia? Sajnos nem tudom levetkőzni ezt a rosszat. Ez egy érdekes történet, mert elszállították az ő holttestét szabadszállásra, és ott helyezték örök nyugalomra. De mi köze volt szabadszálláshoz? Szabadszállás, így van, ha valaki arra jár, akkor szabadszállás ugye kötődik Petőfihez is, tehát ugye ez a település név, úgyhogy a Magyar Irodalom és Színház történetnek azt mondom, hogy egy jelentős településeként nevezhető meg. Ha valaki arra jár, akkor azt gondolom, hogy érdemes megjárni. De mit keres, miért pont szabadszálláson van? Oda mi, került oda, hogy a férjének volt oda kötődése. Az utolsónak a negyedik? Igen, 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 igen. Tehát ugye úgymond családi kereteken belül temették el. Okay. Hát és hát azon kívül igen, utcanév és emléktábla van az ő emléke. És szerintem nagyon jó, hogy mostantól nagyon sokan nem. Máshogy fogunk közlekedni a Priel Kornélia utcán. Igen, hogyha meglátják, vagy ha csak meghallják a közlekedés hírekből, akkor egészen másképp gondolnak. Egyébként majd érdemes megnézni, bár itt mi mutattunk képeket Szendrei Júliáról és Priel Kornéliáról is, nagyon hasonló zsánerűek voltak fiatalon, tehát engem miután megláttam a képüket egymás mellett, nem lepett meg Petőfi választása, teljesen hasonló. Ebben az ő igazság, tehát ez tényleg így van, hogy némi hasonlóságot mutatnak. Aztán persze más kérdés, hogy Petőfi ott a pillanat helyében mi minden motiválta, de egy biztos, ott és akkor megfordulhatott volna ezeknek az embereknek a sorsa, hogyha azt a házasságot azonnal sikerül nyélbeütni, a terv dugába dőlt, így aztán egy teljesen másik élettörténetről beszélhetünk, mint Kornélia, mint pedig Petőfi Sándor, sőt Szendrei Júli esetében is, igen. Hát Csaba, nagyon szépen köszönjük ismét. Örülünk, hát, hogy... Én köszönöm a tippet, tehát, mint említettem, a hölgy élete roppant hálás téma, és tényleg a Bánkbán Melindájától a Shakespeare, Antonius és Kleopátrájának a Kleopátráig mindent eljátszott, de a legnagyobb műve azt gondolom az élete. Igen, igen, és nagyon kíváncsi voltam rá, és tök jó, hogy beszéltünk róla. Köszi még egyszer. Nagyon szépen köszönjük. Hát nem tudom, hogy mi beszélünk-e, de nagyon boldog új esztendőt szeretnénk kívánni, és hát szabadon szeretnénk fogni, hogy a Mesél a Múlt folytatódik jövőre is, ugye? Részemről teljes mértékben, hogy nagyon szépen köszönöm a, úgymond az elmúlt éveket, hiszen itt most már 7 évről beszélünk, és engedjétek meg, hogy én is akkor nagyon boldog új évet kívánjak mindnektek, mint az összes hallgatónak, aki hát figyelemmel kíséri a munkánkat, munkátokat. Boldog új évet, legyen jobb ez a 2022, mint 21 volt. Legyen, de még egyet még ide szúrnék, mert nem tudom, hogy hallgattad-e az adást, mennem elég a heti egyszer, most elkezdtek kapacitálni bizonyos hallgatói körök, hogy csináljunk külön Mesél a Múlt rovatot veled, mert hogy ez a heti egy szeánsz, ez szemlátomás nem elég. Már nem lehet beszélni. Úgyhogy ezt majd üljük le, és stílszerűen egy sörös krigli mellett beszéljük meg, hogy akkor mit lehet ebből kihozni. Határozottan jobban tetszik ez az ajánlat, mint ha küldenétek egy lófejet, úgyhogy csapjunk bele. Tőlem az is kitelik, de maradjunk a sörös kriglinél. Köszönjük. Nem véletlenül utaltam a sörös vonalra. Köszönjük szépen, boldog új évet, Csaba. Szervusztok, boldog új évet, minden jót kívánok. Katona Csaba történésszel elevenítettük fel ezúttal Priel Kornélia kalandos életét és munkásságát. Rövid hírek jönnek, utána még egy dal, amit kértetek a kedves hallgatók, és ezért játszok, utána pedig tőzsde, és az év nagy befutója kult magó rovatunkban egy olyan dal, meg egy olyan előadó, aki egészen elképesztő sebességgel tört be a pop bizniszbe. Én. De nem csak a slágerlistákra, hanem a kritikusok is elaléltak. Egy 18 éves
hölgytől. Billy Eilish? Nem. Már ő már lejárt lemez a mai világban, úgyhogy még erre is visszatérünk a műsor végén. Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhatunk.